Nem csak azért lesz más a 6. utcazenészek versenye Egerben, mert az eddig megszokott nyári időpont helyett ősszel és az eddigi 5 helyet 3 nap, október 2. és 4. között rendezik meg, hanem mert több kísérő esemény, így látványfestés és borkóstoló is kapcsolódik hozzá, mondta bevezetőjében Ábri Zoltán szervező. Pontosan azért választottuk ezt a hétvégét, hogy feltöltsük a várost turistákkal, némi forgalmat generáljunk pontosan a partnereinknek, tehát ez a megfontolás áll a háttérben, ezzel mind-mind a vállalkozói partnereknek kívánunk kedvezni. A fesztivál költségvetésének felét ezek a partnerek biztosítják, ezen kívül a város anyagilag és infrastruktúrával is hozzájárul az esemény sikeréhez, tette hozzá Mirkóczki Ádám polgármester. A kettőt együtt 2,2 millió forinttal támogatja az önkormányzat, és hát ehhez jönnek még azok a alapvetően logisztikai segítségek, vagy engedélyek, amikkel a közterületi használatot, és hát elsősorban a biztonságos esemény részvételt gondolva itt lehetséges fertőtlenítő pontok felállítására, amivel ezt tudjuk szavatolni az ideérkező vendégeknek, vagy éppen az egri kikapcsolódni vágyóknak. A dobótéri Szent Hedvig kollégium előtti ligetes téren az utcazenei rendezvény részeként kísérletképpen megjelenik egy új művészeti ágazat, a képzőművészet, azon belül a festészet is, mint elhangzott, 10 festőstand várja majd az érdeklődőket. Spontán látványfestések lesznek, ilyen élményfestések napközben. Lesz egy-két művész, aki portrézni fogják az utcazenészeket, vagy éppen az arra járókat. Nyilván az utcazenészekről készült portrékat azt fel fogjuk ajánlani díjazásra a Zoliéknak, és főprogramként szombaton az esti órákban reflektorfényben látványfestés lesz. A művészek körül mini kiállítások is lesznek a saját alkotásokból. A dobótérhez, mint helyszínhez kapcsolódik az Egri Borút Egyesület 4. Vino kóstoló ünnepe, szintén október 2. és 4. között. Ekkor mutatják be az új borkalauz kiadványt is. Egy picit talán retro, hogy nyomtatott kiadványok vannak, de alapvetően nagyon praktikus, és mondjuk látjuk azt, hogy akár a borászatunknál is zsebre teszik, és amikor felmerül egy kérdés, hogy hol legyünk, hol szálljunk meg, akkor gyakorlatilag elő tudják venni. Nem hiszem, hogy egyből ki fog menni a divatról, sőt egy jó biztos pont ott a zsebbe. Több mint 20 borászati kiállítóra számítanak a szervezők, az utcazenészek részéről pedig 14-15 olyan pont lesz a belvárosban, ahol a közönség találkozhat a fellépőkkel. A szervezők részéről elhangzott, mint szabadtéri esemény nincsenek veszélyben a programok, csak egy esetlegesen elrendelt kijárási korlátozás változtatna ezen.